Az amerikai elnök idegen gyűlölet vezérelte terrorizmusnak nevezte a 10 ember életét követelő buffalói lövöldözést. Joe Biden felesége társaságában látogatott el a New York állambeli városba, és helyezett el virágot a tömegmészárlás helyszínén, az ideglenes emlékhelyen. 10, többségében afroamerikai halt meg, amikor egy fegyveres tüzet nyitott szombaton egy szupermarket előtt. Biden szigorúbb fegyvertörvényekre szólított fel, és sürgette az amerikaiakat, hogy utasítsák el a rasszizmust és fogadják el a nemzet sokszínűségét. Jill és én ezt az üzenetet nemzetünk lelkének mélyéről hozzuk. Ígérem, a gonosz nem fog győzedelmeskedni Amerikában. A gyűlölet nem győzhet, és a fehér felsőbbrendűség nem mondja ki az utolsó szót, fogalmazott az elnök egy közösségi központban tartott beszédében. Biden szerint a 18 éves gyanúsított, aki egy online közzétett dokumentumban fasisztaként és fehér nacionalistaként azonosította magát, egy gyűlölködő kisebbséghez tartozik.